Köszöntünk mindenki, szép estét mindenkinek! Megkezdjük a vasárnapi szezon záró Zolder versenyünknek a BT ülését. A BTCR bajnokságunknak, tavaszi bajnokságunk utolsó BT ülése. Úgyhogy gondolom mindenki nagyon várja. És hál' Istennek nem csak jó magam vagyok, hanem Ricsi kolléga is fog minket szórakoztatni. Szia Ricsi! Szia Dani, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy olyan érdekes helyzet áll fent, hogy Ricsinek nem volt túl sok ideje nézegetni itt az óvásokat, a replay-eket, úgyhogy én megnéztem mindent. Úgyhogy azt a, most kicsit változtatunk a felálláson, és felírtam mindent, úgyhogy Ricsi igazából most fog először nézni, meg látni a dolgokat, úgyhogy, de ez nem is baj egyébként. Aztán, hogyha esetleg Ricsi úgy gondolja, hogy nem ért egyet velem, amit felírtam, büntetést, akkor legfeljebb majd szól. De ez azért is jó, mert akkor így ez a spontán dolog lesz, hogy mindig ugye az első szó az őszinte, úgyhogy Ricsinek most meg lesz az a lehetősége. Hát ezért már kaptunk párszor, hogy nem elemezzük ki eléggé, úgyhogy inkább csak akkor módosítok, hogy azt nagyon nem értek azzal egyet, amit te találtál, vagy amit adtál. De szerintem vágjunk is bele, és akkor nézzük meg, hogy... Nézzük meg. Van egy pár esetünk, úgyhogy darálni fogjuk. Csak így összességben elmondom, hogy a szokásos szerint jártunk el, ami ilyen kisebb malőr, de mégis kicsit szabálytalanság az, vagy egy büntetőpont, vagy egy büntetőpont 5 másodperc, a nagyobbak pedig ugye 2-10, vagy 3-15. Ez a felállás. Úgyhogy mindenki ennek a fényében ehhez mérten értelmezze a büntetéseket. Amin nem kell leragadni, azon nem ragadunk le, mert különben sose fogunk elmenni aludni, úgyhogy akkor tényleg, amit Ricsi is mondott, kezdjünk neki. Hát is váltunk, és akkor hát első versenyünk. Az első verseny rajtja egyébként ott az elég szép volt, tehát nem is volt semmi különösebb fennakadás. Az első kanyart azt akkor utassuk is, meg én azt mondom. Csak ne dőlj ennyire hátra, mert akkor egyszer csak eltűnik a hangod. Igen. Hát az előbb... Ezzel már múltkor is mondták. Azért, mert nekem mozognom kell itt, de ezt már múltkor is mondták a többiek. Megpróbálok bekapni a mikrofont. Várják, kicsit följebb emeljük. Az a baj, hogy úgy estünk be mindketten a gépezicsivel, úgyhogy túl sok időnk nem volt itt az előkészületekre. Na, talán így jó lesz. Leleplezed a profizmusunk hiányát, ez így nem... Hát... Mondjuk ez látszik, vagy hát át legtöbbször átjön, de... Anyád... Szóval... Hát itt egyébként itt nem történt semmi olyan... Szépen eljött mindenki, inkább a második versenyen leszek majd a nagyobb csatepaték. Érsek Peti már megbüntette magát, úgyhogy akkor azt túl is ugorhatjuk is. Fel is írtam, úgyhogy itt van a legelején egyből. Ja, mert én... Hát egy kicsit kevesebbet adtam Érsek Petinek, de... Ha akarja Peti, akkor... Kérésre fölfelé szívesen kerekítünk. Nehogy azt mondja, hogy... Nem teszünk meg mindent a közösségért. No. Tehát ez volt az első pár kanyar. Nem történt úgymond semmi nagy dolog. Sőt, az első körben nem is történt semmi. Ugrunk is egy durva 4 percet. Papes Gergő és Békefi Tamás. Van, akinek durva volt, valakinek lehet, hogy kevésbé, de... 4 perc, 34 másodperc. Ez nem az eset, de akkor nézzük innen, mert itt nem is tudom pontosan, hogy mi történik. De lehet, hogy ez... Ez az szerintem. Csak ez az. Lehet, hogy 4.34 és most 4.37. Ja, jó, akkor ez az. Na, akkor nézzük innen. Ugye Papes és Békefi úr egymás mellett autózik. Hozzá kell tennem, hogy az óvás tekintetében ugye olyan... úgy óvták meg Gergő és Tamás is, hogy... Hát, hogy... Most hogy mondjam, hogy ne kapjon a büntetést, mert megbeszélték.
Ettől függetlenül megnézzük, hogy mi történt. Közelebbről. Egyébként itt az most az én érzésem szerint itt, mint hogyha Tamás egy kicsit balra tartana, de aztán ne, kicsit mint a Gergő is jobbra. Az a baj, hogy minimális. Ezt akartam mondani, hogy mind a ketten elindulnak egymás felé. Tehát minimálisan. Gábor a kanyarból kijöve sodródik jobbra, Tamás meg húzódik be jobban balra. Minimálisan, de tartanak egymás felé, és így megtörténik, aminek meg kell történnie. Én erre ezért írtam egyébként egész egyszerűen versenybalesetet. Egyrészt két pilóta teljesen jobban egymásra is megbeszélte, de inkább azért, mert mindkettőnek benne van a keze. Mondjuk ez azért viccesen megbeszéltük, de azért leadtuk az óvást mindketten. Hát, de egyébként ezt az úton is köszönöm, én köszönöm nekik azért, mert amolyan figyelemfelhívó, meg ilyen példázati célzattal. Mindenkinek fejlik a figyelmét, hogy mind Papás Gergő, mind Békefit Tamás környékén vigyázzanak a pályán. Szóval, hogyha a Ricsi is egyetért velem, akkor én erre éppen ezért, mert mindkét pilóta keze félig meddig benne van, én ezért adtam erre, ezért is egy versenybalesetet írtam rá. Hát alapvetően ez így rendben van, és mint mondottad, hogyha ezt meg is beszélték, akkor nem büntetném. De valóban mindkét pilótának a keze benne van, egymás felé mozdul mindkettő, és buta egyszerű hiba. A cégen belüli ilyen esetelemzős PDF-ben volt hasonló eset most a múlt héten, ahol így egymás mellett mentek az emberek és összeértek. Ugyanazt tudom tanácsolni, mint a doksiba volt, hogy hagyjatok egy kicsit több helyet a másiknak, mert online vagyunk, netcode, bármi egyéb, nem muszáj, ne szorítsuk le. Szerintem léphetünk is egyébként tovább. Hát igen. Sokkal távolabb nem ugrunk, de a 20 másodperc híres és közkedvelt lovas Szabolcsra szegezzük a kamerát. Na látom, Szabolcs visszatért mégiscsak a TCR-es vagy a VTCR-es autóra, a kupás Hondáról. Úgy változnak az autója, mint a nappalok és az éjszakák. Na. 4.58, hát nézzük innen. Ugye Füzi Barna és Lovas Szabolcs esete lesz. Szabolcsot óvták. Hát itt szerintem amennyire Szabolcsot megelőzi mindig a hírneve, legalábbis a hírneve biztos, hogy mindig megelőzi. Szerintem itt nincsen semmi gond. Na most megmond, igen, tehát én azért írtam, tehát én jelen szintén azt írtam, hogy nincs büntetés. Azért írtam azt, mert én ezt nem mondanám torpedónak. Azért nem mondanám torpedónak, mert nem az történik, hogy Barna mögül megérkezik Szabolcs, és hirtelen ott terem, hanem itt nézzétek, hogy már itt egymás mellett vannak, és métereket mennek úgy, hogy egymás mellett autóznak. Itt már, itt bőven. És egyébként Szabolcs be is tudta volna venni a kanyart. Tehát teljesen bent tartja az autót, ez egyáltalán, ez nincs szó bevetődésről. Úgyhogy én itt nem mondom azt, hogy Szabolcs szabálytalankodott. Éppen ez mi volt? Jó vagy, Ricsi? Jó vagyok. Kedves mennyasszonyom, megérkezett a lakába. Ah, szia Réka! Azt hittem, hogy valami történt. Lefejelted, vagy valami? Nem. Semmi és miről szó sincs. Szóval, visszatérve a pályán történtekre, szerintem ez Frankó volt Szabolcstól abszolút tök jó féktáv, meg tudott állni, nem fékezte el, elfordult volna, úgyhogy... Úgyhogy ez rendben van. Ez... Nem vetődött be, autóztak egymás mellett, jó a féktáv is. Sőt, igazából, ahogy itt írják amúgy esetben, ez is tök igaz, hogy alapvetően Barna megy bele Szabolcsba. Szabolcs ott volt végig a belső íven, és teljesen szépen megcsinálta a mozdulatot.
hogy Barna húzza rá az autót, úgyhogy ilyen szempontból abszolút, hogyha még ha valakit büntetni kéne, akkor őt kéne figyelmeztetni a mozdulata miatt, de minden Szabolcs nem óvta őt, most így nem, nincs meg kedvünk hát a szezon végén mindenkit nagyon teleszórni még útravalóval, hogy most ezt ki, ettől meg hát nagyon eltekintünk. Hátrányosan származott ebből Szabolcsnak nagyon, úgyhogy ez teljesen korrekt volt, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Menjünk tovább. Időben megint ugrunk egyet, méghozzá. Érsek Peti, aki már megbüntette saját magát, de azért mi is megfogjuk. Csak úgy, hogy fájjon. Igen, mert akkor szép, hogyha fáj. Hát mondjuk nézzük. Lendülettel osztjuk itt az észt, hogy azért kár, hogy nem kérünk pénzt. De ez egy érdekes eset egyébként, az, ha jól emlékszem. Írják, hogy több futamon nem is lehetne eltítani. Nem, viszont egy utolsó verseny, ugye a szabályzat úgy van megírva, hogy az utolsó versenyen érik el a büntetőpont határokat, akkor is kapnak büntetést, tehát akkor azt most a kiírásban lehet tudjátok olvasni, tehát nem az van, hogy akkor itt mindent szabad az utolsó versenyen, hanem akkor is lesz büntetés. Ez benne van a kiírásban. Nézzük, Peti és Barna. Én ezt hasonlónak mondanám a korábbihoz. Igen, egyébként az óvás ezen lejött, mindjárt mondom, én azt hiszem, hogy itt vannak kocok, de hát most ez... Ez egyrészt nekem ebbe a kategóriába bőven belefér, másrésztről pedig melléért már, tehát nincsen nagyon joga miért letolni őt a pályáról ilyen szempontból. Igen, most így megnézem még egyszer. Peti már elborzott. Jók a kommentek, hogy tanult az előző esetben, már hamarabb neki ment. Nem segített rajta ez se. Szerintem a hülyeséget félretéve ez is abszolút belefért Petitől. Szerintem jó támadás volt. Azért, mert valaki elkezd nekem jönni, nem kell tűnni a pályáról. Teljesen szépen ott tartott az autót. Szerintem egyébként Barna itt ezt nehezményezte, szerintem kicsit Barna itt Peti elindul kifele. És így ugye összeérnek, de hát most nem egy olyan nagy, tehát azért ez megint nem torpedó, meg bevetődés. Nem, ez teljesen... Úgyhogy akkor Ricsi egyszerűs írd át, mert itt mást írtam ide, akkor értem, szóval akkor elfogadott is. Köszönöm, hogy akkor hasonló az eset, mint Szabolcsnál, hogy most ez... Ezzel se találtunk kifogásolható dolgot, úgyhogy nincs büntetés. Akkor maradunk... Ez meg talán az egyszerűbb esetek is egyébként. Ja, ezzel kevertem, igen, na ez az érdekes eset. Azt írja Barna, hogy nem fordul be, ha nem vagyok ott. Hát még jóval az egyenesben mész neki, úgyhogy szerintünk meg simán befordult. De ez nem igaz, most akkor visszamegyek, ez nem igaz. Szerintem, hol van Peti? 34. Ott valahol. Itt Petit fog, tehát itt... Megnézzük újra. Itt fordul Peti, ez nem igaz, tehát már teljesen... Ez nem ér hozzá. Teljesen jó, itt már kigyorsítani fog. Tehát itt nem Barna nem rajtad fordul el. Az oké, hogy itt. De... Szerintem Barna erre gondol, hogy itt hozzáérhetett Peti, de hát... Féktávon egymás mellé érnek,
és inkább Barna húzott rá Petire, mint Peti Barnára, és utána pedig a kanyar csúcspontnál pedig abszolút nincsenek kontaktba. Utána kiárat Onningen egy kicsit. Peti már agresszívabban gyorsít, úgymond már nem hagy helyet a külsőn, de... Peti nem... Simán elfordult, úgyhogy ha nem, nincs ott Barna, akkor is. Hát főleg, hogy itt nincs is kontakt. Tehát itt már fordulnak ugye érintkezés nélkül. Tehát Peti simán el tud fordulni. Itt van egy kontakt, de ez nem olyan kontakt, hogy emiatt, a kontakt miatt tudja Peti bevenni a jobbost. Csak hogy terjesszük az igét, reklámhelye, aki a hétvégén a Hungaroringre látogatna, és terve volt, hogy a paddockba is be szeretne menni, de nincsen, vagy nem volt már szabad jegy. Érkezett az info Gergőtől, hogy 500 helyet elméletileg még felszabadítottak, úgyhogy aki gyorsan, az még tud venni esetleg. No, de vissza a játékra. Azt hittem, hogy neked vannak eladó jegyeid. Nem. Ajj, akkor üzérkednék, már rég eladtam volna, sokkal drágább, én nem várok meg ennyit, rendesen, zsidómódra. Na, szóval, ugorjunk, és kicsit tudok látogatni, úgyhogy duplán szomorú vagyok. Pláne nem ingyen, mint ahogy az eddigi évek során sokszor tettem. Füzi Barna és Érsek Péter. Na, az igazság, hogyha most két esetet hasonlítani kell, én szerintem pont itt van az a, de mindjárt megnézzük belülről, de szerintem pont itt van az, hogy ez hát Barna fékezi, és totál lesodródik Barna is. Hát na, igen, itt... a kanyar csúcsponthoz nem sok köze volt az autónak. Megnézzük belsőből is, de már sodródik. Tehát ha már a két össze kell hasonlít, akkor inkább el nem mondanám azt, hogy ha nincs itt a Peti, hát mondjuk nem tudom, valószínűleg lehet, hogy ennyire akkor is be tudja venni Barna a kanyart, talán. De ettől függetlenül totálisan teljesen lesodródott az ígyből. Hát később is fékez, egy kicsit, mint... Hát nekem nem sokkal, ezt most megnézzük. Most fog Peti fékezni. Most, igen. Hoppá, na basszus. Most Peti. Most, ja, hát igen, később fékez. Szerintem egy két autó hosszal legalább később fékez. Azért is érkezik meg, és utána le is csúszik az ívra, és teljesen kitolja Petit a pályáról. Látszik, hogy a féktávon ugrik be mellé tulajdonképpen, és nem azért, mert jól sikerült a féktáv, hanem azért, mert elfékezte. Mert az előző esettel ellentétben, ahol Peti teljesen elfordul a rázón a belsőjében, itt még egy jó másfél autónyi szélesség legalább volt szerintem. Hát, ha nem is másfél, de egy autónyi mindenféleképpen megvan a belsőjében. Úgyhogy ez sokkal inkább a bevetődés és torpedó, de hogy ne legyünk nagyon szőrös szívűek, ezért szerintem megfelelő, Dani, amit odaírtál, az egy büntetőpont és az 5 másodperc. Azon én sem változtatnék. A dive bomb miatt. Hát 70%-os dive bomb miatt. Lesz hát ennél mondjuk, mondjuk úgy, hogyha majdnem... Jó, hát elhiszem, hogy tudnak ennél rosszabbat is alakítani. És lesz is. Kételkedni nem kételkedek egy pillanatig se a mezőny képességeibe. Jó. Hát ez egy kisebb hiba volt, kisebb büntetéssel. Ugorjunk is tovább szerintem a következő esetre. Igen, nem megyünk nagyon messze, maradunk Érsek Petin. Nem szabadul annyira Peti olyan könnyen. Barnának egy jó tanács, hogyha látod, hogy így
Vagy hogyha már tudod, hogy ott annál a kanyarnál így meg tudnak előzni, akkor sokkal hamarabb húzódj belső ívre és zárd le az ívet. Mert ez a védekező ív. Na ez... Ez ma az! Ez torpedó volt, tehát egy igen, az előzőek ellentétben ez fúszar volt. Kettő buntető pont 10 másodperc teljesen meg. Barna, az ki is lett. Taszajta, hogy én szépen szoktam fogalmazni. A jó vidékiesen. Ahogy pécsiesen. Hát barna ugyan, az... Ahogy mondott Péter, hát ezt benézted be rendesen. Úgyhogy ez a kettő büntetőpont és 10 másodperc abszolút szerintem járja. Ez sajnos... Ott volt a rés. Ez sajnos hiba volt. Csak nem nyílt meg. Hát nem eléggé. Ez Érsek Petinek kettő büntetőpont 10 másodperc, de mivel Peti már adott magának az elején büntetéseket, ötöm már, úgyhogy már ezt végén módosítjuk úgyis Peti kívánságára. Ha túllépni esetlegesen a 10 büntetőpontot és a 30 másodpercet, akkor még hozzáírjuk egyébként, meg nyugodt szívvel megadjuk neki a kérelmét. Na, visszatérünk Szabolcsra. Ha már visszatért körünkbe a szezonzáró versenyen. 50 másodperc és 30 büntetőpont, úgyhogy abban még benne vagyunk. 27-20, oppa, kicsit túlmentem. Ja, ez a másik nagyon jó. Na lássuk, amit látni kell. Hát ez érdekes. Na most nagy dolog nem történt. Ez volt megóvva, ez az egyenes? Igen. Jó, akkor ezt a zóvást ezt itt töröltük. Jó, ne tehát itt ment a kakaskodás, de ameddig nem végzi úgy senki, mint a Porsche a Nürburgringen, addig ez mondjuk úgy, hogy kvázi elfért. El azért. Nem szép dolog a másikat lögdösni az egyenesbe, de meg sehol. De akkor ezt, hát ugye itt Szabolcs elejött az óvás, hogy tolta le úgymond a pályára Érsek Petit, hogy csak hogy mindenkinek tiszta legyen, ez volt az óvás. Tényegyébként, hogy Szabolcs tart jobbra, de igazából... Meg Peti mozdul balra egyébként, pont itt a híd előtt látszik, hogy elkezd egy kicsit balra menni, egy gumiszélességgel szerintem beljebb volt, ahogy az előbb néztem, de lehet, hogy rosszul láttam, de pörgessük vissza fel egy picit. Lehet, hogy innen egyszerűbb. Hát kívülről jobban látszik az, hogy mennyire van a pályaszélét. Itt egyébként bemozul balra. Itt van egy nagy balra kormányzás. Hát ez azért, mert neki jön szerintem lovas, és hogy pályán maradjon valamilyen szinten. Ha utána ő meg hátulról azért még segít egyet a féktávon, szóval egyik kutya másikebb. Azért... Na, tegyük tisztába. Szabolcs tart jobbra. Tehát Szabolcs, nem mondasz, hogy nem tartasz jobbra, mert tartasz jobbra, de ezt meg is tudjuk, nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni. De úgy tart jobbra a Szabolcs, hogy hát agresszívan védekezik, ezt még súrolja azt a határt, tehát... Agresszíven támaszt inkább. Már itt a védekezésről szerintem... Tehát itt tessék, itt Szabolcs tart jobbra, mert ugye... Ahogy nincs mellette a támaszték, egyből elindul az autó, szóval... Tehát ezen a képen teljesen látszik, hogy Szabolcs tart jobbra, de ettől függetlenül nem úgy tartott jobbra, hogy most semmi helyet nem hagyott a Petinek. Kicsit agresszív megmozdulás volt, de ezért nem büntetnék. Ez még nem nekivágódott izomból oldalról, úgyhogy ezt engedjük el. Szar dolog, ha megelőznek, pláne rossz, hogyha kontaktokkal előzgetnek meg. Nem értem sose, hogy ez mire jó, vagy miért jó. Kértek kokpitet. Mint versenyzőként is úgy fognak vagy leírni, meg úgy fognak rád nézni, ahogy. De ettől függetlenül ezt én elengedném. Itt is látszik, igen, kicsit Szabolcs tart. Jobbra hozzáteszem, azt hiszem írta is a dubájba Szabolcs, hogy azért tartott jobbra, tehát nem tudom, hogy miért tagadja. Hát van ilyen, hogy az ember más mond hétfőn, mint kedden. No, én ezt elengedném, és ahogy te is mondtad, ez maximum egy figyelmeztetés Szabolcsnak, hogy az egyenesbe nem püffeljük a másikat, meg kanyarba sem, meg sehol sem püffeljük a másikat, hanem muszáj az, hogy véletlenül összeértek, az egy dolog. Ez a
másik kocsijának a surolgatása, vagy hogy mondjam, nem kell karosszéria munkát végezni, nem kell lakatolni azt a, nem is tudom mi ez, Cupra az is, vagy Opel, vagy mi az Istennel megy, Peti. Opel-el azt hiszem. Nem, Cuprával. Cuprával megy? Ja, Cuprával. No, és azért csak még egyszer, én annyit tanácsolok egyébként, nem csak Szabolcsokán bárkinek, hogy lehet úgymond így zárni az előzési lehetőséget, és ugye még éppen, hogy súrolja a szabályosság kereteit, csak nem tudom, hogy a szimulátorban érdemes-e ennyire kicentízni ezt, mert ugye ez mindig szimulátor, és nem profi versenyzők ülnek itt. A profi versenyzők ezt megoldják a pályán, hogy tudja, hogy mennyire zár a másik, és akkor nem próbál. És a szimulátorban meg a profi versenyzők nem érnek össze. Hát ja. Itt szimulátorban, nem profi versenyzőknél nem mindig szokott ez összejönni baleset nélkül, ezért én nem tanácsolom ezt a fajta agresszív védekezést, de ez csak az én. Én véleményem, de maradunk is egyébként Petin és Szabolcson. És ezt jelöltem be magamnak. Hol van Peti? Nagyon megtalálták most egymást ezen a versenyen. Ja. Szerintem nem ezt jelölted be, mert ez a 28-es. Ezután jön, úgyhogy nem pörgetem tovább, hanem végignézzük. Most fog jönni majd. 27-42-kor. Oda-vissza óvták egymást akkor, vagy hogy van? Mert hogy 27-22, 28 meg 42. Nem, mind a kettőt Peti óvta. De itt három van egymás után. Ja, 28. De hát ez meg nem mindegy. Nem, az három különböző eset. Ez a három eset egymás után történt, de igen. Az előző, jó, meg ez az eset, Érsek Peti óvta, és a következőt pedig a Szabolcs, azt hiszem, de nézzük meg. Nézzük. Lassuk. Paf! Ajja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 j
azt mondom csak, amit az óvásba leírt. Nyitott kifele Szabolcs a kormányon, próbálta lezárni a belső ívet, hogy ne tudjon a Peti beesni mellé. Na és erre mondom azt, hogy nem biztos, hogy ezek megérik ezek a dolgok, hogy, mert ugye ez mindig nem profi versenyzők szimulátoroznak. Tehát ezt a profi versenyzők ezt lekezelik. Nem profik, általában nem. És most se tudták. De ez nem senkivel nem beszélek, egyszerűen ez a tapasztalat. Úgyhogy nem éri meg szerintem ennyire agresszívan védekezni. Nézzük felül, és ezen tegnap sokat elidőztem, de annyira nem jutottam előrébb. Illetve megnéztem a Szabolcsnak a féktávját, és itt azért jóval korábban fékezett Szabolcs az előző köreihez képest, de hozzá kell tenni, itt azért a verseny végén voltunk ott, itt meg, tehát itt Szabolcs írta is, hogy kopottak voltak a gumik, stb. Engem az zavar inkább, hogy egyébként Szabolcs bemozdul jobbra. Tehát, hogy amikor elkezd fékezni, akkor itt elég erőteljesen bemozdul az autó a pálya közepe felé. Nem tudom, olyan tiszta szívvel Petire kenni, minden mellett, hogy ő érkezik hátulról, és valószínűleg máshol van, vagy máshol fékezett volna is társai, de... Hát nézzük meg innen. Hát itt ugye hirtelen fékez egyet Szabolcs, és ott utána az autó jobbra be is mozog egy picit. Azt nem tudom, hogy ha nem is mozdul be Szabolcs, tehát, mert most ha, érted, ha itt megnézed, lassítva, tehát itt megnézed lassítva, ha Szabolcs nem mozdul be még ezután is még jobban jobbra, Peti akkor is neki megy. Tehát én azt nehezményezem kicsit, hogy nem volt még jobban Szabolcs mellett a Peti, mert hogyha teljesen mellette van, mögötte, de mellette, és úgy rántja rá a Szabolcs, akkor azt mondom, hogy akkor igen, de... Inkább, hát nézd meg itt az egész kanyar folyamatában, hogy itt Szabolcs
bejön egy majdnem autószélességgel, de szerintem egy autószélességgel beljebb, mint ahol eredetileg volt a kanyarnál. Mert itt... Nem jó, volt teljesen az apexen, és utána visszajön, úgyhogy ezt a kanyart egyébként ugye a bal oldaláról kezdem meg teljesen a pályának. Értem valahol a védekezést is, viszont ahol elkezd fékezni, ott még keresztbe halad teljesen a pályán. Istenem, hogy ezek a csattanás hangok. Peti! Jó. Nem. Én sem. Tehát ez egy kvázi blokkolás is benne van, ahogy Szabolcs visszajön Peti elé, és értem én, hogy Peti nincsen mellette, viszont ez kicsit ilyen berkis dolog, hogyha bemész a másik elé, és utána még rá is rúgsz a fékre, akkor ne várd azt, hogy ő meg fog állni, nem fog megállni, neked fog jönni. Pláne, hogyha még korábban is fékezel, mint ahol szoktál. Tehát itt azért elég jól összeadódik az a dolog, és most nehéz ezt elhinni, de ez most nem azért, mert Szabolcs neve van a Honda felett, bárki neve van a Honda felett, az akkor se egy szép mozdulat, és hát nem. És nem tudnám ezért feltétlenül Petire rámeszelni, úgyhogy mindannak ellenére, hogy első ránézésre úgy néz ki, hogy Peti rendesen telibe veri hátulról a Hondát, azért van benne része neki is, de pont annyira Szabolcs is szivatja őt feleslegesen, meg saját magát is, mert azért biztos nem jó dolog összeszedni az autót egy ilyen után. Na jó, de hát én csak azért nem ettől részemről, és azért is jelöltem meg, mert most, hogyha akkor megnézzük lassítva, annyira ha van irányváltás, akkor nagyon minimális viszont. És én tehát pont, és ja, azt mondtam neked is, hogy én nem hiszem azt, tehát hogy Peti, Peti nem azért menne ki Szabolcsnak, mert hogy hirtelen irányt váltott, mert annyira, ha van irányváltás, az minimális. Én, tehát pont azt mondom, hogy ugye itt teljesen mindegy, hogy Peti nincs annyira Szabolcs mellett, hogyha Szabolcs itt nem kifele tart, hanem egyenesen megy, vagy behúzza az autót, Peti akkor is neki megy, mert nincs... Nem itt, nem mindentől kell nézni, ahol most nézed, azt értem, itt már van egy feles átfedés, hogyha azt nézem, hogy mekkora részét veri telibe az autónak, de hogyha egy kicsit távolabbról nézed, vagy időben korábbról, akkor az van, hogy itt teljesen kint van a pálya szélén, hogy kihúzódik már a bal oldalra Szabolcs, ahol egyébként itt kvázi a balon is maradunk, ahol Peti meg elkezd beljebb húzódni, majd utána Szabolcs visszaérkezik elé, és utána még ráfékez. Tehát, hogy itt egy szerintem egy fél, de inkább egy autónyival beljebb húzódik Szabolcs, mint ahol eredetileg kéne lennie szerintem, vagy ahova Peti is számolta, hogy kell lennie. És Peti is kihúzódott jobban szélre, mert nem az ideális híve megy, tehát nem Szabolcs mögött megy, hanem attól egy autónyival legalább jobbra, majd talán Szabolcs megérkezik elé egy úgymond védekezésbe, és ez a kameraszög most nagyon jó volt, amit mutatta, hogy így felnézzünk a kanyarra, hogy a Szabolcs autója nem a kanyar felé mutat, hanem mintha átvágnád a sikánt teljesen, tehát hogy nem a kanyar csúcspont fele néz az autó, hanem még inkább jobbra, majd utána össze is mennek, és utána meg már innentől kezdve már meg lényegtelen, mert innentől a kontakt. Én értem, én nem azt mondom, hogy Szabolcs nem hibás, én azt mondom, hogy szerintem az ütközés azért következett be, nem a minimális irányváltás miatt következett be, hanem azért, mert Szabolcs korán fékezett hirtelen. Szerintem az irányváltás és a fékezés egyszerre is okozhatta ezt, mert Peti kvázi betartotta azokat a szabályokat, hogyha másik mögött ment, még egy kicsit ki is néz mögüle, hogy lássa, hogy hol a kanyar, hogy nehogy benézze a fékpontot, stb. De váratlanul visszamozdul elé a kvázi ideális ívről védekezni, be is fékez előtte, korábban is fékez, úgyhogy vagy hamarabb el kellett volna kezdeni bezárni azt az ívet szerintem, és a megfelelő ponton fékezni, de leginkább sokkal hamarabb eldönteni, hogy itt most védekezés lesz belőle, és nem. Mert akkor húzza szerintem jobbra, amikor az autó segge megugrik, magyarul elkezd ugye fékezni. Akkor menjünk egy kicsit korábbra, és akkor látszik, hogy mi a helyzet. Hogy itt ugye húzódnak balra, itt Peti kiengedi, hopp, és itt beugrik az autó, amikor fékhez egybe, szerintem. Be,
Azt én is látom, itt ugrik be az autó, de ha nem ugrik be az autó, Peti akkor is neki megy, mert itt nincsenek annyira távol, annyira egymás mellett, hogy tehát ha nem ugrik... De hogyha nem ugrik be az autó, akkor Peti itt még sokkal szélesebbre fordul, mint ahol Szabolcsnak eredetileg kéne, ahova Szabolcsnak fordulnia kéne. Hát nézd meg, hogy hova érkezik meg, és hogy ott elférne Szabolcs mellett. Szerintem bőven elférne. Én azt mondom egyébként, amint a chatben is van, hogy ez egy versenybaleset, és nem... tehát pont annyira hibás szerintem abban, hogy Szabolcs bemozog a Peti elé, mint amennyire Peti abban, hogy nem reagálta le, jól eszeszított, és hogy nem húzódott még inkább jobbra. Bár ha választanom kéne, hogy ki a nagyobb ludas ebben az egész sztoriban, akkor egyébként inkább Szabolcs az, aki előidézi ezt a balesetet, mint sem Peti, aki próbálja őt szorosan követni, mert egy kiszámíthatatlan mozdulatot végez Szabolcs, amit most lehet védekezésnek hívni, hívhatjuk védekezésnek, de ez inkább a saját magam segbeveretése, mint sem védekezés, mert ez így az egész komplexitásában szerintem egy buta megmozdulás volt. Legyen. Az indoklás az ész, tehát észszerű, meg jó is. Most az a késő, hogy vagy versenybaleset lesz, vagy azért hát Szabolcsot valahogy... Hát nézzük meg, hogy mi lett a vége ennek az egésznek, amúgy nem mintha számítanám, hogy ezt már beszéltük, hogy elméletileg nem számít az, hogy mi lesz a vége a balesetnek, attól függetlenül kéne értékelni a megmozdulást, de... Így még szebb, hogy még Szabolcs átvágja az egészet, úgy, ahogy van. Tudom, persze kaptál érte, nem tudom, másodperc slow and down-t, meg... Majd mindjárt jön a chatbe. De akkor én inkább maradnék a versenybalesetnek. Ezt most egy versenybalesetnek írjuk be. Ettől függetlenül erre mondtam azt, és itt Szabolcsnak mondom, hogy nem biztos, hogy én biztos, hogy nem csinálnám ezt, inkább levetkőzném ezt a fajta. Hát hamarabb el kell dönteni, hogyha védekezek, ha meg nem védekeztem elég időben, akkor meg be kell tudni nyelni a békát, hogy ezt sajnos, ezt a pozíciót lehet, hogy elveszíted. Ugyanúgy, ahogy az előbb Barnának is mondtuk, ugyanez a szituáció ilyen szempontból, hogy van ami, az, hogy egy pozíciót el fogsz veszteni, az igazából nem a kanyarban, hanem már a féktáv előtt eldől, hogy mi a helyzet utána. A másiknak nagyon el kell rontani ahhoz, hogy ne legyen meg az előzés. És itt pont az volt, hogy egyébként lehet, hogy Petinek nem lett volna meg, hogyha időben úgy döntesz, hogy akkor te kint maradsz, és nem ez a két állapot között lebegsz, és akkor utána még ráadásul pont arra a legrosszabb pillanatban tesz, úgyhogy akkor mégiscsak kijebb húzódsz. Saját kardodba döltél ilyen szempontból, szerencsére, vagy hát szerencsédre neked annyira nem fájt a dolog. Versenyből esett. És maradunk is egyébként Petin. Igazából az első verseny elég sokat szól a Petiről, meg a Szabolcsról. ...28.03 itt. Na most, igen, tudom, mindenki, hogy mire gondol, meg lett óva ez az eset. Ez meg lett óva. Tudom, most hagyok egy percet, mindenki néma csend, és dolgozzátok fel. Ez az eset, meg lett óva. És Petit óvták meg. Igen. Hogy... Nem akarom kérdezni, hogy ki óvta hát, meg. Hát minden, a képernyőben. Töltheted a második verseny replayt. Jó, szóval ez... Én megyek, tehát hogy ehhez köszönöm szépen, erre nem basszom el a szerda estémet, megyek vissza a vendégekhez, köszönöm mindenkinek a részvételt, aki itt volt, sziasztok, tehát hogy erre ne basszom már egy percet is, könyörgöm az életemből, légy szíves, ennél bárkinek az idejét többre értékelem, mint hogy ezt. Jó, csak megmutattam, hogy van ilyen is. Akkor figyeljetek, most dölt el, vagy most jött el az idő, hogy a következő évi bajnokságnak a
a versenykiírásába bele lesz írva, hogy a faszóvásokat büntetni fogjuk, amiknek semmi értelme nincsen. Tehát, hogy az, hogy az ember izé jobbra kanyarodott a jobbos kanyarban, meg nem tudom, rálépett a gázpedálra, kigyorsításom és társai, ezt így nem értem, hogy mi történik. Hát a leírás az volt, hogy... Hát ha az, amit ide írtál, akkor Érsek Peti túl rövid féktávot igen, vett. És lesodródott, és neki is mehetett volna a Szabolcsnak. Igazából ez volt a... Persze, meg el is folyhatott volna a hűtővize, meg társai. Hát jó, hát csak mivel, hogy ugye ugye hivatalos meg mindig beteszik. És a Katinak pöcsenülne, akkor Károly lenne, de hát ettől függetlenül ezek a hadó. Lehet, hogy az űrlabba, amiktől pedig ezt elmondom, az űrlabba be kéne egy olyan plusz lehetőséget nyomni, mikor rámész, hogy óvás elküldés, akkor fölugrik a ablak, hogy biztos, hogy elküldött az óvást? Nem volt álfasz? És akkor igen, biztos. Gondold végig még egyszer, és utána van egy 5 perces timer, és csak utána adhatod le az óvást. Na hát, ez remélem azért, Szabolcs, most, hogy így végignézted, az itt is átgondoltad, hogy erre kár volt rányomni az entert. Kunoszt még meg lehet óvni. Ja, tehát mondjuk az, hogy az Assetóban milyen a törésmodell, meg társi, meg hogy a füvön gyorsabban, vagy jobban tapad az autó, mint az én néha, mondjuk az inkább részrum sajátosság. Az ilyenekkel egyetértünk, kész dolog, az jó vicc, jót rögünk. Na de hogy az, hogy valaki a fehér vonalon belül maradt, akkor ha szabályosan vette be a kanyart, óvjuk már meg, tehát hogy így... Ne, jó. Na, második verseny rajt, káosz katasztrófa. Egyébként az igazság, hogy a második verseny rajtja sem volt annyira katasztrófa, de most egyből ugrunk az esetünkre is. Tehát az első körben nem is találtam én sem nagyon kirívót, úgyhogy azt ugorjuk is. Kettő, itt Beke Petinél volt, Beke Petinél jött egy vás. Ja, hát igen, erre emlékszem is. Nézzük innen. Ez oké. Volt itt minden. Volt itt minden. Egyébként itt Peti, ha jól emlékszem, akkor az interjúban ezért kért elnézést Rolandtól. Hát itt ugye megy a löglösülés. Hát egy kis leszorítás, egy enyhe. Enyhe fokú leterelés. Igen, hát igen, kicsit valójuk az, hogy Rolandot nem kímélte leszorították, és... Jövünk itt féket. Aztán utána meg. Hát ez meg szar ügy, már nagyon rajta van, szóval ez a második része, ez már színpech, mondjuk úgy, tehát hogy itt, de mondjuk ilyenkor érdemes, hogy aki a hátul jön, és ennyire rajta vagyok, akkor egy leheletnyivel korábban rálépni a fékre, vagy legalább leszakadni a másikról, hogy a féktávon egy pillanatnyi időm legyen reagálni. Ez kicsit pár jó, hát ez... igen. Hát megmondom őszintén. Nem ez volt a legbüszkébb megmozdulás, úgyhogy szerintem erre a... Én ezt Petit azért ezért hibáztatnám, főleg... Ez ráfér, amit írtál, ez azért... A kettőnek a kombinációja meg pláne eléggé... hogy is mondjam, elítélendő. Hogy Beke Peti 2 büntető pont 10 másodperc, ugorjunk, mert megint lesznek inkább viccesebb. Esetek. Meg még jobb, ha ma végzünk, úgyhogy... Már színezek is. 252. Ja igen, itt ugye Timár Tamás lesodródik. Vagyis hát neki ment a Bencenek, de ezt nem óvták egyébként, úgyhogy most ezt hagyjuk is. Itt jön egy, itt Beke Petitől jött egy olyan észrevétel, hogy veszélyesen tér vissza Timár Tamás a pályára itt. Ezért Peti kirántja az autót jobbra, mondjuk...
Hát itt, ahogy nézem, most így ebben a röpke kivágatban, ami nem a legideálisabb, Peti, mint hogy egy kicsit nagyobb tempóval érkezne meg, mint amelyet a balra érkezik. Minden versenyzői tapasztalatát és mindent labba véve azért nehezen gondolom, hogy ezt a kanyart amúgy bevette volna mindentől függetlenül. De ezt nézzük vissza, ez jól néz ki. Megoldott egyébként. Meg szerzett vele vagy 4 helyet, de igen. Nem tudom, próbálom, ezt büntette. Hát tény, hogy ja, Peti azért az... Jó, itt igazából egyébként most annyi, hogy Timár Tamás ellen azért jött egy felszólalás, hogy veszélyesen tért vissza a pályára, tehát itt most azt kéne megállapítanunk, hogy akkor ez jogos-e vagy nem. Én... Igen. A problémám az, hogy itt utána neki megy még Magyar Krisztiánnak is, annyira behúzódik belőle. És a Krisztián meglökésével együtt már mindenféleképpen megérdemli ezt a büntetést, amit ide írtál. Ja, viszont jogos, amit ír a lelki terroristánk, hogy Peti utána visszaadta a pozíciókat. Hát gondolom azért a program jelzett neki rendesen. Úgyhogy visszatérre Timár Tamás, hogy itt kicsit veszélyesebben tér vissza, meg neki is megy Magyar Krisztiánnak, úgyhogy ezért egy büntetőpontot és 5 másodpercet kap. Timár Tamás. Akkor most jön, aminek nem kéne jönnie. Ajjajjajjaj, igen, ezt nem néztem jó szemmel sajnos. Papula. És főleg azért nem néztem jó szemmel, hogy Gábor nyilatkozta is, tehát sajnos legalább a tudtomra ne került volna, tudtunkra ne került volna, inkább úgy mondom, de a tudtunkra került, hogy Gábor azt mondta, hogy elszakadt nála a cérna, és szebben is megoldhatta volna. Tehát lehet, hogy úgy volt vele, hogy lesz, ami lesz, nem érdekli, és ezért történt, ami azért elég nagy probléma. Nem tudom eldönteni, hogy ilyenkor az őszintességet díjazza, mert inkább, hogy elmondja az ember, hogy vagy elgőzölt, vagy inkább nevessek rajta, hogy volt olyan hülye valaki, hogy elmondta, hogy amúgy egyébként ezt full szándékosan csináltam, vagy nem is feltétlenül, egyébként nem is mondanám az, hogy szándékosan, csak hogy kevés gondol szürke állomány használata mellett hozta meg a döntést. Amikor is, hát... Ezt... Inkább ezt ilyen kommentár nélkül. Ejj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 j
elfogadható, amit ide írtál, függetlenül mindent, ez a nem található, lerálható. Nem mondom őszintén, én még nagyobbat is adtam volna, tehát ugye 3 büntetőpont és 15 másodperc, csak most mire adjunk nagyobbat utolsó versenyen, tehát eltiltást nem tud eltiltani, meg a papula is egy értelmes. Nem, most ez nem arról szól, hogy valaki értelmes-e vagy nem értelmes. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a társaságnak a jelentőse nem a teljes része értelmes ember. Vannak gyenge pillanatai egy-két embernek. Ez most éppen egy ilyen volt. Ez nem megengedett. Tehát semmilyen szempontból sem. Vagy előtte kicsit mantrázatok, vagy valami, de... Sima versenyből esett. Na, úgyhogy itt van még körünkben, Ricsi? Itt vagyok, viszont nem sokáig leszek, mert közben érkezett egy megkeresés itt a hátam mögül, hogy a vendégeket legyek szíves segíteni hazavinni. Van, menjél csak. El kell sajnos lassan majd búcsúznom. Maradékot majd befejezem. Kár lett volna ezt a gyönyörű helyzetet kihagyni. Na, úgyhogy 3 büntetőpont, 15 másodperc alsó hangon is. Igen, ez abszolút. Békefi úr.
Itt igazából, itt, ez most megemlítem, ez is olyan óvás volt, hogy nem igazából óvás, csak hogy ilyen érdekességképpen mutassuk meg. Itt békefi. Hogy egy kicsit keresztbe mozog a Tamás. Hát most, ez szerintem... Itt elindul jobbra. Itt utána az Ádám a mögött, itt meg elindul balra. Ez szerintem még belefér. De belefér, ezzel nem fogunk hátra törni senki fejfelt, hogy ez belefért. És pláne azért sem, nem lehet semmi baleset belőle. Legfeljebb Tamást megkérjük, hogy figyeljen azért oda ezekre, de ez egy büntetés. És akkor gyorsan Kálmár Ricsire ugrunk. De 1-28. Ja, ez volt még a másik izé kérdés is. Lehet, hogy ezt már tudom is. Kamaricsi böcskei. És a bowling. Ennél szebben nem is lehetett. Ja, Istenem. Egyébként ez kb. Tipikusan az az eset, amikor az eredeti baleset az egy nem olyan fúg, de nagy hangvételi sztori, már mondjuk attól függetlenül azért szegény Böcskei rendesen kapott a hátuljára. Igen, itt felírtam magamnak, azt viszont azt törlöm is, az nem igaz, és neki is mondom, hogy itt Böcskei kicsit korábban fékezett, mint az előző körökben, majd visszanéztem. Ez igaz is, meg nem is. Tehát volt olyan kör, hogy ugyanitt fékezett, volt olyan, amikor később fékezett, szóval annyira nem mérvadó lesz, hogy hol fékezett az igazság, mert a Laci is úgy volt, úgyhogy egyik körben itt, másik körben ott. Hogy, de hát ettől függetlenül... Az még sose nagy segítség senkinek, hogyha... Ricsi, Kálmár Ricsi ezt... Neki ment, úgyhogy ezt... Én egyből ráírtam, hogy sajnos ez... Böcskei 3-10. Na jó. Igen, Kálmár Ricsinek jár a 2-10. 2-10. És akkor utána büntesd meg Böcskeit is, mert kilökte a többieket. Még nem oldotta meg. Jó. 2-10 jár akkor Kálmár Ricsinek. Nem volt egy... Ez megint ez olyan, hogy lementek 18 kört hibátlanul, kvázi aztán hát a 19-ben megjön egy ilyen gőzös. Már csak 5 eset is abból, úgyhogy gyorsan azt mondja, hogy 11-40. Ó, maradunk is, idő az jó. Szerintem közben akkor érzékeny búcsút veszek mindenkitől. Jó van. Nem volt olyan rossz szezon, mint vártuk, meg olyan jó se, mint lehetett volna. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben nem tudjuk még, hogy hogy alakul a jövő, erre még nem beszéltünk, de javulnak a dolgok, és a büntetésekből és a hasonló esetekből mindenki tanul, és nem csak azt látjátok, hogy a pillanatnyi versenyetek kuka, mert hogy ezt vagy azt megbüntettük ennyire meg annyira, hanem ténylegesen ezekből az esetekből okulva mindenki ezekkel tudással, vagy ezzel a tudással felvértezve jön majd a következő versenyekre, meg a bajnokságokra, meg a bárhova, ahol ezentúl versenyezni fog, ha nálunk, ha máshol. Mert a tiszta versenyek mindig valahogy jobbak. Úgyhogy én ezúttal is köszönöm mindenkit, aki itt volt velünk ebben a bajnokságban. Annak is, aki nem lehetett itt végig, meg annak is, aki itt volt végig, meg annak is, aki mindenkinek. Na, én megyek, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, aztán a nyáron remélhetőleg fanfutamokon, meg hasonlókon találkozunk, utána pedig várunk mindenkit vissza az ősszel induló következő turnusra. Részemről elköszöntem, sziasztok! Jó van. Szia, Ricsi, csőcső. No, megyünk tovább, még igazából csak öt versenyünk.
esetünk van vissza. Szóval itt Beke Petit óvták meg, hogy ugye itt Ések Peti érkezik mögötte, és hirtelen berántja az autót Ések Peti elé balra. Hát jó, ez nem egy szerencsés megmozdulás, de ezért ezt büntetni nem fogjuk, mert ezt egyébként Peti ügyesen reagálta, Ések Peti. Azért egy figyelmeztetés ezt mindenképpen megér Beke Petinek, én szerintem. Hogy szerencsére ezt Ések Peti jól reagálta, de erre azért figyeljetek oda, hogy ennyire hirtelen, ez van azért hirtelen irányváltásnak mondható. Én szerintem. Figyelmeztetésen kívül most nem fogjuk letni Beke Petit. És akkor ugrunk Lovas Szabolcsra megint. Lovas, Lovas itt van. 14-12-re. Hát itt hasonló lesz az eset egyébként, hogy Szabolcs kicsit agresszívan úgymond védekezik vagy terel. De, hát, én most abban igaz van Bencének, hogy azért ezek a hirtelen irányváltások, ha kicsi a tempó, hanem azért veszélyes tud lenni. De tényleg nagy volt a tempó különbség. Na most itt. A Szabolcs elejött Tóvás, hogy tart. Itt megint úgy az, hogy a Szabolcs tart jobbra. Hozzáteszem, egyébként nincs mellette az Ádám, úgyhogy valamilyen szinten szerintem megteti a Szabolcs. Nem szerencsés megint ugye Szabolcstól, hogy ezt a úgymond a védekezést alkalmazza, mert itt megint csak saját magadat sodrod bele Szabolcs abba, hogy baleset lesz belőle. De egyébként helye volt még Ádámnak jobb oldalt, ha csak kicsi is, de nem arra van szó, hogy teljesen lezárt a Szabolcs ott a rést. Hogy ezért nem jár büntetés Szabolcsnak. Igen, egyébként ahogy írják is egyébként, itt hirtelen megérkezik Ádám, mert ugye Szabolcs fékez. Ések Peti. Jó van, Peti. Az való igaz, hogy itt féktávon érkezik meg hirtelen Ádám. Hát, annyira még nem fogyott a hely sem. Tehát ez még azért neccesen, de benne van a szabályosság keretén belül, ezért nem fogjuk a bolcsot büntetni. Kicsi elment, ugye nekem kell fölírni. Jó kis manikus bűnügyüzet van. És akkor... Menjünk tovább, mert ez nem volt annyira... Opportunitista. Simon Péter. Simon. Itt van. Igen, ez egy elég egyértelmű eset lesz, ha arra gondol, ha jól emlékszem. Simon Péter, Beke Péter. Hát, eléggé keményen neki mentek Petinek, és ki is forgatták, úgymond. Ez egy csúnya bevetődés Simon Petitől.
Jó, hogy a lelki terrorista az Ádám. Ja, jó. Nem biztos, lehet, hogy nem jól következtetek. Visszatérve, Simon Peti itt ezt elrontotta, benézte, szépen kis torpedózza Beke Petit, úgyhogy Simon Peti 2 büntetőpont és 10 másodperc. Elég egyértelmű. Utolsó előtti esetünk. Beke Peti. Kilenc harminc. Ó, igen. Beke Peti és Varga Gábor egymás mellett. Na most itt ugye az az érdekes, itt egyértelműen egymás mellett autóznak. Ez itt kérdés nincsen, itt Peti ráhúzza Gábor az autót, és ki is, úgymond ki is tolja a pályáról itt. Utána viszont itt meg Gábor fogja és tolja vissza Petit balról. Tehát igazából egyik úgy a másik ebb, mondhatom így is. Tehát itt ugye Peti nem hagyott helyet, kitolta Gábort a pályáról, itt viszont meg... Ha rossz helyiként, hogy nincs Gábor, akkor is Peti ezt... általában azt, ugye azt mindenki üvesz, azt levágják azt a sikánt. De ettől függetlenül most azt veszik, akkor a pályán kívül vannak. Mondom őszintén, én először erre Petinek adtam egy büntető pont 5 másodpercet, mert itt leszorította Gábort elég egyértelmű, úgyhogy Gábor mellette van. Aztán Gábor itt meg vissza erőszakoskodik, úgyhogy... hát... amit kapott, azt vissza, Gábor visszaadta, annyi, hogy egy pozíciót vesztett. Itt a cseten. Na most nem tudok egyszer ennyire figyelni. Ajajajaj. Na. Bencét megkérem, hogy rendezze le a dolgokat a cseten. Szóval ez egy kemény, agresszív adok-kapok, úgyhogy én azt mondom erre, hogy Gábor is meg Peti is eléggé keményen adtak, kaptak. Úgyhogy mind a kettőnek a keze benne van. Ezért nem adunk büntetést. Árics itt van. Büntetés. Na, és akkor inkább, ha ennyire aktív vagytok a cseten, akkor... a következőt. Utolsó esetet nézzétek meg. Bejelöltem, de szerintem ez is inkább egyértelmű lesz. Na. 21-16. Ábrán Peti és Peváll Laci. Na most itt Spevár Laci ellen jött egy óvás, miszerint veszélyesen tért vissza a pályára. Az az igazság, hát olyan szinten van igazság benne, hogy egy picit keresztben van az autó, úgy csatlakozik be a pályára, és ugye mivel hogy ez a sikánt itt a balost kanyart ezt le kell csapni, Peti ugyanúgy le is csapja, és így koccannak össze. El is ezt teljesen elfékezi Peti ezt a kanyart.
Nem tudom, hogy a program ezért adott-e neki valamit, vagy nem. Ez nem bocs, nem. De is elfégezte. Viszont azért mondanám azt, és habár a program, és most mondom az indokot, a program, értem, hogy ez nem büntetés, ezt így kell venni, ezt a kanyart, hogy levágod azt a rázon, de ettől függetlenül ugye nálunk a pálya, az a két fehér vonal közötti rész, és itt az ütközés akkor történik, tehát Ábrahám Pett is kimegy a pályáról. Tehát ez mind pályán kívül történik. Úgyhogy én ezért nem adnék Spavallatnak egyáltalán semmilyen büntetés, mert ugyanúgy, ahogy Spavallasz és Pett is elhagyta a pályát, pályán kívül történt ez a koccanás, nem is ütközés, inkább koccanásnak. Mondanám. Bevárt csomára elfékezni, emlőtt. Tehát maga az, hogy most veszélyesen tévisz a pályára, azt én nem egészen érzem jogosnak, mert ugyanúgy pályán kívül történik a koccanás. Viszont az tény, hogy itt vágások miatt Spavallozzi megelőzi Ábrahám Pettit, és így jogtalanul nyer egy pozíciót. Úgyhogy viszont a jogtalan előnyszerzés miatt nyugodtan kap ezt Spavallozzi egy büntetőpontot és 5 másodpercet. Hogy ezt fel is írjuk. Nem tudom, a program erre nem büntet, érdekes dolog ez a részrum. Laci plusz egy BP. Egy büntetőpont és 5 másodperc, de maga a veszélyes visszajövetelt azt elengedném, mert az mind pályán kívül történt. Jézusom, miről maradtam a cseten? Attól, mert kimész, de próbálod bevenni a kanyart, az még szabályos. Erre a Spavallozzi esetről beszél a Szabolcs, mert kicsit lemaradtam megmondom őszintén, de... Ez azért nem volt szabályos. Ezt úgy, hogy van, Spavallozzi elfékezte. És az volt a szerencséje csak Spavallozzinak, hogy ugye ezt a program, ezt a kanyart... Javítsatok ki a tévedek, hogy alapból ezt le kell vágni. A program ezt a kanyart kevésbé veszi szigorúan, és csak ezért nem kapott, úgymond... büntetést Spavallozzi a programtól, de ettől függetlenül szabálytalan volt az előzés. Laci kormánynak kezdődik. Paf. Hát, ezt igazából nem magyarázzuk, Szabolcs, ezt nem magyarázzuk, ez úgy, hogy van, ez be lett nézve. Szóval azért van egy képi videó anyagunk, na mindenki látja, mi történik, akkor ne akarjuk megmagyarázni a hülyeséget, mert attól a falnak megyek. Na, így van, köszönöm, Vitkály az utolsó szó. Szóval, egy büntetőpont is 5 másodperc per Lacinak. Ez volt a... Ez volt az utolsó versenyünk is, de esetünk is. Az autókat megnéztük, ugye mindenki az az autóval volt fent, amivel a bajnoksága jelentkezett, úgyhogy az okés volt. Boxban átlépések azok is rendben voltak, nagyon mondjuk box utca behajtások sem voltak. Úgyhogy hölgyek, urak, inkább urak. Ezzel ennyi a VTCR bajnokság második szezonjának az utolsó BT ülése. Hát ezért kemény csaták voltak, megmondom őszintén, főleg a második versenyen, ott szerintem elgurult pár embernek a gyógyszere, és ott meg a türelem is elfogyott.
Szilárd Laci esetet. Ja, a Böcskei Lacit. Várj, akkor visszakeressük egyefele. Megvan. Kálmán, Kálmán. 11-28. Ezen nem újon. Mondjuk az tény, hogy... Ja, egyébként nem szerencsés, itt kicsit befelé tart a Laci. Aztán... Kicsit sem nem tudott szerintem itt reagálni, de... Hát ettől függetlenül még elég szépen megtaszoltott a hátulról. Hát igen, ez nem egy szerencsés manőver, ettől függetlenül szerintem a Ricsi kicsit korábban fékezhetett volna, mert ugye ahogy Bence is írja, azért öten, Jézusom, öten vannak, fordulnak egymáson, úgyhogy bele kell kalkulálni, hogy korábban kell fékezni. De tény, hogy... Hát jó. Ja. Tény, hogy ugye Laci elkezd kifele tartani, de azért van egy Ricsi és Laci között van egy nagyobb tempó különbség, ami miatt hirtelen ott terem megérkezik Ricsi. Ettől függetlenül azt mondom, hogy hát szerintem úgyhogy ennyi pilóta van valaki előtt, előtted. Kicsit indokolatlanul nagy volt a tempó. Úgyhogy én a büntetést most nem változtatnám meg, de... Gergőre jól. De tény, hogy nem egy egyszerű eset, és ez semmiképpen sem segít, hogy Laci kifele mozdul. Bazzeg, ez rés. Egy biztos, Szabocs. Te ezzel a réssel olyan mémet indítottál el, hogy azt nem fogod mostában levakarni magadról. Na. Urak. Ezt nem változtatnám, ezt most nem változtatnám meg azért ezt a büntetést, mert ettől függetlenül szerintem azért lehet valami kicsit korábban fékezni, de tény, hogy Laci megmozdulása sem volt szerencsés. Illetve várjatok, megnézzük újra. Hát... Az a bajom, hogy akkor is nagy volt a tempó. Megnézzük akkor még Ricsi, mikor fékezett. Itt. Hát körülbelül itt a... Házas előtt. Laci. A Laci jóval korábban szerintem. Igen, a Laci már itt. Laci itt fékezett, de... Tehát Laci azért fékezott, és azt nem írhatjuk egyszerűen a számára, hogy miért fékez korábban, mert 5-6 autó van előtte. És értem szerint úgy kalkulál azzal, hogy nem akar senkibe se belerongyolni.
Egyébként itt Laci fokozatosan tart balra. Tehát nem az van, hogy na, az is, tehát itt nem az van, hogy megy egyenesen befékez, és utána balra elindul az autó. Itt már Laci... Itt már Laci, itt már tart balra szépen, húzódik kifele. Jó, emberek, menjünk tovább. Ricsi, marad ez, mert én mindig úgy érzem, hogy... Valamilyen szinte ez pekes eset is. De... Különöm szépen telibe találtad. No, engedjétek, hogy elköszönjek. Illetve, összefoglalva, nagyon jó kis szezonon vagyunk túl. Lehetett volna több eseménytelen szabálytalanságoktól mentes verseny is. De ettől függetlenül én nagyon élveztem, és köszönjük mindenkinek a részvételt, a sok-sok segítséget, óvások tekintetében is, azt, hogy mindenki, hogy aktívak voltatok itt a cseten mindig, stb. Úgyhogy ez nagyon tetszett, és reméljük, hogy megtartjátok a jó szokásotokat. Hát nem ígérem, hogy holnap, de pénteken már felkerülnek szerintem az eredmények. Azért pénteken, mert lesz egy hivatalos eredményhirdetés is. Ahhoz meg kétszer is át kell számolni a pontokat, az meg idő. Úgyhogy most jön egy nyári szünet, de ettől függetlenül fán versenyeket tervezünk, úgyhogy azért annyira nem fogunk eltűnni. És itt nektek is mondom a VTCR-eseknek, hogy augusztus, ezt majd kiírjuk a héten, vagy jövő héten az oldalra, hogy mindenki lássa, de augusztus 13-14-én lesz a liga találkozó. Azért úgy két napos, hogy az a terv, hogy gokártozunk egyet, aztán Erdély Bálint kollégánál pedig egy esti sütögetős parti, ami általában hajnalba szokott nyúlni, éjszakába, úgyhogy lábbis a tavalyiból kiindulva, úgyhogy augusztus 13-14, de ezt hamarosan ki fogjuk írni. Tervezünk Endurance-t, tervezünk, egy biztos, ACC AB csoport fan verseny, az lesz nyáron. Közvetítéssel rendesen, ahol kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor két csoportra van osztva tudásilag a mezőny. És hát ez most még egy korai kijelentés a részemről, de én szívesen kipróbálom a WTCR 2021-es autókat is, úgyhogy lehet, hogy nyáron azokat is ki fogjuk próbálni, mert érdekel, hogy milyen. Hogy még egyszer köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok. Biztos volt olyan sok olyan döntés, amivel nem értetettek egyet, hát mi sem vagyunk tévedhetetlenek, mert azért még mi sem vagyunk hogy a hűde profik, de igyekszünk olyan szervezést, meg döntéseket hozni, adni, hogy mindenkinek jó legyen, és egy élvezhető bajnokságot bonyolítsunk le. Reméljük azért ez nagyjából mindenkinek megfelelt. Még nekünk is van hova fejlődni, de azon vagyunk, hogy tényleg a lehető legjobbat nyújtsuk, úgyhogy legkésőbb pénteken hivatalos eredményhirdetés, addig is pedig mindenkinek további jó pihenést, jó éjszakát, és akkor hamarosan találkozunk, vagy nyáron liga találkozón, vagy valamelyik fán versenyen, de ezt majd úgyis kiírjuk mindig. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok, jó éjszakát, sziasztok!